Na nézzük a 10. fejezetet. Ikarus bukása. És szerintem ez már a végkifejlet lesz. Aubrey, wir sind noch nicht fertig miteinander. Segíts Teslával visszaszerezni az irányítást a torony átjáró felett. Was? És van 5 gyűjthető tárgy. Várja. Egy dolgot elfelejtettem. Így. Za. Ez az. És itt az egyik gyűjthető tárgy. Fix the paradox. Javíts ki a paradoxont. Persze. Persze. Minden gond nélkül. Kijavítom. Én minden nap ilyenekkel. Ilyen egyenleteket szoktam megoldani. Ez semmiség. Tehát ez... Ugyan már ez általános iskolás feladat. Aha, ott át tudok menni. Rachimus, warte! Ich brauche Sie, um die Steuerbordstromkreise links von Ihnen zu reparieren. Schnell! Oh! Szavasz, Tesla! Tesla! Aubrey szerintem ébredezik. Szerintem üssél rá még egy nagyot. Nem nyert. Nyugodj meg! Gyere vissza! Jó. Ich bin hier. Was muss ich tun? Sie müssen die magnetische Oszillation zurücksetzen. Na! No! Schon gut. Sobald alle Lichter rot leuchten, betätigen Sie den Notstromschalter. Klar. Hogyha minden fény pirosra van. Értem. Oké, az előbb volt egy ilyen puzzle, csak most fordítva kell, most mindennek pirosnak kell világítania, ugye? Ehe. Mindjárt! Óra kérdése? Ezt itt. Alle Lichter sind rot. Bi-bi-bi! Wo ist jetzt der Einschalter? Na hier! Itt az orrod elő szépsége. Raus! Ich brauche sie hier unten jetzt! Die Treppe auf der rechten Seite, los! Ja. Beruhige dich. Na, mit mondtam nektek? Mit mondtam nektek, hogy Ludwig túlélte? Áú! Alter! Aua! Weg da, oder es ist aus! Zwing mich! Es ist Zeit. Mondtam, hogy Ludwig túl fogja élni azt a tüzesetet! Smalltalk langweilig nicht! Leg los! Áú! Zieh den Hebel, Rose! Zieh den Hebel! Jetzt! Die hohle Hand. Sie müssen gehen! Sie müssen jetzt gehen! Der hintere Aufzug, Rose! Kommen Sie runter! Die Notizbücher! Ich gehe nicht ohne sie! Auf den Tisch! Auf dem Tisch, melyik asztalon? Ne szórakozz velem. Az asztalon azt mondja, hát ugye. klár. Valahol valamilyen asztalon van. Ja, elvileg.
Na most akkor itt Tesla maradt életben, ugye? Remélem. Aubrey és a Ludwig akkor most megsült, elvileg. Mondtam én nektek, hogy Ludwig valószínűleg túl fog élni azt a tüzet. Annyira klisészerű volt. Már főleg ez is az, ugye, nyilván. Most akkor... Lépj be a hátsó részlétbe. Sie müssen verschwinden! Was ist mit Ihnen? Keine Sorge! Gehen Sie! Nem azt mondta, hogy nem lesz bajom, hanem azt mondta, hogy ne aggódjon. Mármint, hogy én ne aggódjak. Hát én mondjuk alapban nem aggódom. Na várjál. Na jó. Lehet, hogy talán később lesz esélyünk ezeket összegyűjteni. Hát akkor menjünk, mert én sok mindent már nem tudok csinálni, úgy látom. Menjünk a vészliftbe. Cak. Ó! Azt a cirkusz! Nem jó! Rose, sind Sie okay? Stehen Sie auf, Rose! Sie müssen rennen! Der Tower wird kollabieren! Sie müssen da weg! Was ist mit Ihnen? Sind Sie immer noch da oben? Machen Sie sich keine Sorgen um mich! Laufen Sie einfach raus! Los! Laufen Sie einfach weiter! De jó, hogy megint rohanni kell! De hát akkor hogy szerem össze a gyűjtető... cuccokat? Ne, csak ezeket ne, nem akarom ezeket a dögöket! Nem jó! Ciao. Ajaj! Futás! Brüm! Merre? Nem, erre megyek. Brüm! És most? Hello! Hát akkor... Áú! Nem mondod, hogy egy életben maradt. Jó, megdöglött, oké. Hú! Halványleg gőzöm sincs, hogy ezt Nikola hogyan fogja túlélni. De azt mondta, hogy ne aggódjak, hát jó van. Végülis az ő hajója, mindenkinél jobban ismeri. Lép be Tesla privát szobájába. Haben Sie es geschafft? Wie haben Sie es geschafft? Der Tower ist eingestürzt. Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Zu viele Variablen. Die Forschungsunterlagen, die Sie haben, können alles verändern. Sie sind am Eingang zu meinen privaten Quartieren. Eine Rettungskapsel wartet auf Sie. Drehen Sie den Globus, um den geheimen Aufzug zu öffnen. Er bringt Sie zu meinem Notfall-Evakuierungs-U-Boot. Los! Oh.
Na látod? Tesla egy normális emberke. Ő nem hazudozik. Főleg, hogyha ilyen infót azonnal elmond, akkor... Ő neki tényleg az a fontos, hogy Ada-nak a jegyzetei megmeneküljenek. Meg Rose is nyilván. Na várjál. Ez itten... Ez egy lift. Mi most onnan jöttünk, ugye? Igen, onnan jöttünk. Akkor nézzük meg, hogy... Hát először, hogy hol vagyunk. Panoráma terasz. Ott fönn. Na, oké. Okay. Hűha. De én... Húha. Lehet, hogy elrontottam. Én azt hittem, hogy... hogy a lifttel kell tovább menni, de ez... basszus. Így nem biztos, hogy össze tudok szedni minden gyűjthető tárgyat. Nem tudtam, hogy melyik a továbbjutás irány. Lobotrain, geheim Aufzug nehmen. So einfach ist es nie. Ezen bezzeg át tudsz menni, ugye szépségem? Ezen gond nélkül át tudsz menni, egy hullán nem tudsz átmenni. Sag dich es nicht, es ist nie so einfach. Ne már! Már megint! Jött még egy csőüzenet. Steam Achievement, Letters from the Future. Te már majdnem én vagy. Így az lesz a feladatod, hogy vezesd a fiatal minket. Hallgass Nikolára, működni fog, helyre tudjuk hozni. Vász? Te már majdnem én vagy. Az a feladatod, hogy vezesd a fiatal minket. Vász? Jó, biztos. Aha! Időutazás. Most én itt... Nem tudom, hogy nekem most merre kell menjek. Mármint, hogy... Aha! Az átjáró az út. The rift is the way. Ejha. Oké, és most? Nem vagyok meggyőződve róla, hogy most mit kéne itt csináljak. Itt átférek? Föl kéne menjek a lépcsőn? De az hogy? De az nem tudok föl... Várjál. De föl lehet?
Ott a konzol. Szerintem azzal lehet lekapcsolni. Kérdés az, hogy hol jutok át? Hogy itt állsz félre-e? Várjál. Fuck it. Ez nem nyert. Vas? Ach, né. Halló? Jaj, nem mondod, hogy van még kettő konzol, és nem mindegy a sorrend. Akkor bekapcsolok. Tehát ez... Ha ez most nem megy, nem vált vissza zöldre, akkor nincs időlimit, csak a sorrend nem mindegy. Egyelőre úgy tűnik, hogy... Mert ha ezt megnyomom, akkor az visszavált, figyelj csak! Aha, igen. Igen. Valahol van még kettő darab panel. Azok pedig itt vannak. Meg kell jegyezzem a sorrendet. Melyik legyen a következő, legyen ez. Jó! Az első kettő megvan. Próbáljuk meg harmadiknak ezt. És akkor ez a negyedik. Jávol! Fú! Sehr schön. So. Na, most, hogy már nyugi van. Még kettő darab gyűjtető tárgy. Van vissza. Azt ott megnéztem, ugye? Ezt tudja, hogy megnéztem. Igen. Időutazásos. Jó. Ez volt a cső üzenet, így van. És ez volt a másik. Igen. Jó. És akkor itt igazából az volt a feladat, hogy kikapcsoljuk ezt az áramos szutykot, hogy fel tudjunk menni a lépcsőn. Mi ez? Gondolom ezt itt nem tudja átlépni. Aha, ja. Látod? Láthatatlan fal. Nem baj. Arra tehát nem menjek, értem, mert megsülök. És korábban tapasztaltuk, hogy Rose egy helyben áll a tűzben. Nem hajlandó onnan kijönni. Jézus. Und wo ist jetzt dieser Globus? Hol a szoba? Kezdjük ott.
Feltételezem, az Nikola múltbéli énje, aki itt ment a... Huh! Ott a glóbusz, ott. De mielőtt... Azt aktiválom... Még kicsit körbenézünk. Tehát ez Tesla irodája. Szobája. Oda fel, jó, mindjárt felmegyek. Nézd már! What the hell is wrong? Mi a franc baj van? Így is lehet fordítani, igen. És érdekes az ilyen játékokban, ahol ugye hever több száz oldalnyi papír feljegyzés, de csak egy bizonyos típusú feljegyzést olvashatsz el, konkrétan ezt itt. A többit azt úgy nem. De hát azok ugye nem fizikai objektumok, azok csak textúra részek. Itt fel lehet? Nem. Ah, ist das der da? Ja. Jó, na nézzük, mi történik. Ezt elforgatjuk. Liebe Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für das, was noch kommt, entschuldige ich mich. Du wusstest, was passieren würde. Menekülj el a Heliosról a vészkabinban. Das ist mein Ticket hier raus. Also los! Ui. Ach so, ezzel itt. Aha. Ah, Eureka. Tesla's own notes. Eureka. Átklippel a másik textúrán, nem mindegy. Na nézzük ezt a kis járgányt. Okay. Wie starte ich dieses Ding? De honnan tudjam, életemben nem irányítottam még tengeralattjárót. Még egy személyest se. Hát akkor más itt nincs, akkor kizárásos alapon az ott. Öjj. Na. Hoppá! Őha. Azt hiszem gyorsulunk. Altár, ez
kilőtt minket a nagy hajó. The Fall of Icarus. Frau Archer! Frau Archer! Sind die Aufzeichnungen in Sicherheit? Wie haben Sie... Schon gut. Ja, ich hab sie hier. Warum? Die Forschungsunterlagen. Ich verstehe es jetzt. Sie enthalten den Schlüssel für alles. Wir können sie zurückholen. Wir können Ada zurückholen. Megígértünk a játékon.
Próbálom összeszedni a gondolataimat. Elég érdekes befejezése lett. Szerencsére, amennyi lehet mondani, nagyjából ilyen happy end, de hát ugye mivel Ada odaveszett, annyira nem teljesen happy end. De ugye itt a végén mondta Nikola, hogy megértette Ada-nak a feljegyzéseit, és hogy elvileg vissza tudja hozni Ada-t az élők sorába. Most feltételezem, hogy talán... Szerintem az lehet itt a háttérben, hogy Ada rájött valamilyen kritikus fontosságú, vagy kulcs fontosságú felfedezésre, ami lehetővé teszi mondjuk a párhuzamos dimenziók közötti utazást, vagy akár teleportálást. Talán erre tudok gondolni, mert más logikus magyarázat nincs arra. Ugye Nikola azt mondta, hogy Ada-t vissza tudom hozni. Feltételezem, hogy egy másik párhuzamos dimenzióból, ahol Ada még életben van. Csak erre tudok gondolni. De minden esetre a játék sztoria nagyon-nagyon érdekes, nagyon érdekfeszítő, és abban a szempontban nagyon érdekes alkotás, hogy tényleg nem sok olyan játék van a piacon, ahol Nikola Teslával lehet például személyesen találkozni és beszélgetni. Ez már alapból szerintem egy eléggé parádés dolog. Az art, tehát a művészi design is teljesen jó, ugye ez a kicsit ilyen Bioshock-féle hajó. A Bioshock-féle pályadizájn, hát kinek mennyire jön be, nekem mondjuk nem annyira kedvencem, de semmi bajom nincs vele. De az kétség nem fér ahhoz, hogy nagyon egyedi alkotás. Megvannak a saját hibái, ugye, ahogy párszor mondtam, szintén level design problémákkal küszködik. Logikátlanságokkal. De hát ennek a játéknak a fő jellegzetessége, hogy a történetmesélés, és abban szerintem egész jó. Meg hát ugye, amit mondtam az első epizódban, a fejlesztők abból a szempontból dicséretet érdemelnek, hogy példaértékű nyelvi támogatást csináltak a játékhoz. Ugyanakkor óriási, hatalmas, nagy segberúgást érdemelnek azért, hogy február 2020 február óta, amikor ugyanis kijött Steamre, onnantól gyakorlatilag fejlesztők így eltűntek. Konkrétan az Epic pénzével így leléptek, aztán magára hagyták ezt a játékot az összes hibájával együtt. Aztán sajnos semmilyen javítást nem hoztak már a játékukhoz. Hát kár érte. Aki szereti az ilyen jellegű, kicsit ilyen sétaszimulátorosabb történetmesélést, egy ilyen belső nézetes sétaszimulátorosabb történetmesélés, annak ezt bátran tudom ajánlani, főleg ugye van hozzá hivatalos magyar felirat, abban szintén van egy pár elgépelés, meg magyartalan mondat, de legalább van, úgyhogy ennek is örülni kell. A játék nem olyan nagyon drága, hát az csúnya is lenne egy Abandoned Wartól, hogyha ilyen 60 euró lenne, nem. Ha jól emlékszem, legutóbb, amikor néhány hónapja megvettem, akkor mi a listára az ilyen 20 euró volt, de le volt akciózva, azt hiszem 5 euróra, úgyhogy 5 euróért vettem meg. Hát mivel ez egy Abandoned War, mindenki döntse el maga, hogy mennyit ér, de szerintem egy egész kellemes alkotás lett igazából, csak tényleg a rossz sem vigye el ezeket a súlyos technikai problémákat, azok nagyon-nagyon belerondítanak az eszképbe, főleg amikor másodpercekre megáll a kép, aztán a játék gondolkodik, hogy most lefagyjak vagy ne fagyjak le.
kicsit értelmesebb motort kellett volna választaniuk, de hát jó van, mindegy, egy indi csapattól ez is már valami. Ja, úgyhogy ez volt a Close to the Sun. Hát igazából mondjuk szerintem a horror csak annyiban igaz erre a játékra, hogy ugye rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon sok holtest és megcsonkított holtest van a játékban, sok vér, de szerencsére azért a jumpscare-ekkel nagyon-nagyon-nagyon óvatosan bántak a fejlesztőkét. Ha jól emlékszem, egy-két helyen volt, ahol meg is lepődtem, de szerencsére a jumpscare-eket egyáltalán nem vitték túlzásban, meg nagyon-nagyon örülök. Tehát nem az a nagyon kemény horror műfaj ez, de azért megérdemelten viseli ezt a címet, illetve azért az tényleg egy 18 pluszos játék, ha úgy nézzük. Ugye a rengeteg hulla miatt, ugye hát, ja. Hát ugye, mint mondtam, ugye még korábban mondtam nektek, ugye, amikor Ludwigot lángra kapott, hogy ugye nem, abszolút nem fogok meglepődni azon, hogyha Ludwig visszatér, hogyha nem hal meg abban a tűzben. És tessék, igazam lett. Ugye, tehát, hogy ezt a filmes klisét, ezt kihagyhatták volna szerintem. Ez úgy nagyon-nagyon... Ja, ez kicsit átlátszó volt. De azon mondjuk... egy kicsit meglepődtem, hogy... hát, vagy inkább csak nem... nem arra számítottam, hogy Aubrey okozta az egész kakit a hajón. Márpedig ő volt a főgenyú. De szerencsére Teslát azért békén hagyta, és Tesla a mi oldalunkon volt. Úgyhogy ez tök jó hír. Hát és ugye itt a legvégén ez egy pont egy olyan lezárás egyébként, hogy nyitva áll az ajtó egy lehetséges folytatásnak. Tehát gyakorlatilag ez úgy lett lezárva, hogy ezt innen simán lehetne folytatni. Ugye? Tehát, hogy mondjuk egy esetleges második részben másik rész szólhatna arról, hogy mondjuk Rose Teslának segít abban, hogy visszahozza a nővérét. Mármint a húgát, mert Rose az idősebb. Ja, úgyhogy bár mondjuk egyáltalán nem számítok ettől a csapattól egy folytatásra, azok után, hogy ugye február óta eltűntek, és rádió csendben vannak, életjele sem adnak magukról, úgyhogy kétlem, hogy itt lesz folytatás, de ha lenne, akkor én ezt tudnám elképzelni. Na, minden esetre nekem igazából úgy tetszett, egy egész kellemes kis sztori volt. Aztán kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, hogy ez a sorozat, meg ma ugye a játék mennyire tetszett, vagy nem tetszett. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, majd találkozunk egy másik játékban. Na, legyetek jók, szevasztok! Ja, és a főmenü zenéje tök jó, ami egyébként ugye a stáblista alatt hallhattuk a teljes dalt. Ami ott viszont volt annyi kellemetlenség, hogy ott valamiért és nem csak itt, hanem általánosságban utálom azt a játékokban, amikor jön mondjuk egy átvezető, vagy stáblista, tehát valahol a hangot a játék úgy föltolja maximumra, annak ellenére, hogy te a játékban beállítottad, hogy ne legyen maximumon, és mit tudom én, valamelyik átvezetőben, vagy itt akár ugye a stáblista alatt, a zenét így fölnyomta max hangerőre. Tehát, hogy ott miért nem alkalmazta a beállításokat, tehát nem mindegy.
ezt sem szívlelem. De amúgy ez a zene tök jó szerintem. Sőt, így még ének nélkül szerintem így még szebb is. Ez a, hogy hívják, karaoke verzió, mindegy. Ja, úgyhogy köszi a figyelmet, nem húzom tovább az időt. Szevasztok!